Szép reggelt kívánok mindenkinek, Sarnyai Leona vagyok, a ma reggeli 9 órás fórumunk vendége, Szabados Andrea, coach, akivel 45 percben a célokról fogunk beszélgetni, de mielőtt konkrétan rátérnénk a célokra, a célok kitűzésére, Andrea, megkérlek szépen, röviden mutatkozzál be, mondd el a kedves nézőknek, hogy mivel foglalkozol, mivel lehet téged megkeresni, és adom is neked a szót, Andrea, tessék. Szeretettel köszöntök mindenkit. Ez most egy nagyon fura fórum így, hogy nem látom a résztvevőket, és hogy nincs róluk még semmi visszajelzésem, nem tudom, hogy tulajdonképpen kiknek tartom ezt az előadást, és még nem is vettem részt ilyenben előadóként, csak hallgatóként. Úgyhogy kérnék mindenkit, hogy próbáljon visszajelzést adni, hogyha valami nem úgy működik, ahogy ő szeretné. A kérdés az volt, hogy én ki vagyok. Én azt gondolom, hogy annyit elmondok magamról, hogy coach vagyok, és inspirálok, és ennyi a lényeg. Aki bővebbet szeretne tudni rólam, az meg fogja tudni nézni a honlapomat. És a bővebb bemutatkozás helyett azt gondolom, hogy elmondanám az általam összeállított anyagot bemutatkozásként. És arra kérnék mindenkit, hogy próbáljuk meg minél interaktívabbá tenni ezt a fórumot. Hogyha rászánjátok ezt az időt, akkor próbáljátok meg ti is a legtöbbet kihozni belőle. Úgyhogy menet közben majd szerintem meg fogtok annyira ismerni, amennyire szükséges, és utána még lehet kérdezni. Mehetünk tovább akkor az első diára, mert azzal kezdeném rögtön, hogy kellenének kellékek. És most arra kérnék minden résztvevőt, hogy viszonylag rövid idő alatt próbálja meg beszerezni valahogy a keze ügyéről. Itt mutatnám, hogy ilyen kis ragasztós cetli, ez a post-it, hogyha viszonylag elérhető közelségben van, egy toll szükséges mindenkinek, vagy pedig, hogyha nincsen az a post-it, akkor legyen papír a kezed ügyében, amire tudsz írni. Nem kötelező ez, de én azt gondolom, hogy úgy tudsz a legtöbbet kivenni ebből a 45 perces beszélgetésből, hogyha te is egy picit dolgozol érte. Tehát a fotelban hátradőlős, meghallgatós előadás az nem ez lesz, olyat majd fogok ajánlani. Ez inkább a dolgozzunk magunkon előadás lesz. Remélem, hogy mindenkinek sikerült most összekészíteni a kellékeket. És akkor nézzük meg, hogy mindenki csak gondolkozzon el, hogy milyen szinten, az 1-től 10-ig tartó skálán milyen szinten tudja a jelenlétét most itt biztosítani. Hány másik ablak van megnyitva, levelező, közösségi média, telefon ott van-e a kezem ügyében, közben foglalkozom-e mással, mert hiszen ez is az egyéni felelősségvállalás, hogyha 100%-osan odafigyelek valamire, akkor biztos, hogy sokkal többet tudok kivenni belőle, tehát sokkal nagyobb eredménye lesz részemre. És hogyha mindannyian megfogalmaztátok magatoknak, hogy körülbelül milyen elkötelezettséget adtok most így erre a hátralevő most már csak 40 percre, akkor először annyi lenne a kérdésem, hogy erre az előadásra most mi a célod? Köszönöm szépen, hogy közben jönnek válaszok, isteni jól érzem magam, most így látom a chat ablakban, hogy már van, aki aktívan jelen van. Köszönöm. És hogyha azt beírnátok, vagy leginkább magatoknak a kis előkészített post-itre, csak egy szóban, hogyha megfogalmazod, vagy két szóban. Mi a célod most ezzel a rászánt idővel? Azzal, hogy végighallgatod ezt a fórumot, és reményeim szerint részt is veszel majd benne visszajelzésekkel, mi az, amit szeretnél magadnak elérni? Mit szeretnél a végére kapni? És ezt, ha gondolod, megírhatod a chat ablakban, attól még egy picikét jobban érzem majd magam, de leginkább magadnak írd fel, és tedd ki akár a képernyő oldalára, akár magad mellé az asztalra, vagy a falra, legyen ott egy picit szem előtt. És arra kérlek, hogy itt most az elhangzó gondolatok alatt próbálj meg erre fókuszálni, és próbálj meg majd vicces visszajelzést adni, hogy abba az irányba haladunk-e, vagy picit másfelé menjünk. Jó? Tehát ez a 45 percre vagy 40 percre a célunk már megvan. Ne árulnám az enyémet, az enyém az inspiráció. Hangzatos címet választottam,
és remélem, hogy senki nem várja, hogy most valami teljesen új gondolatokat adjak át. Valószínűleg, amit most itt el fognak hangzani, az 5 plusz 1 tipp, azt már mindenki tudja, és valószínűleg sokan gyakoroljátok is egyiket, másikat, vagy akár az összes tippet. Én nekem az a célom ezzel, hogy most, hogy így összefoglalom, hogy inspirációt adjak arra, hogy tovább haladjatok ezzel. Picit még visszamehetünk az előző diára? Hát, hogy azzal indítanék, ugye, hogy most az évkezdés, szerencsére most már elindult az év, és gondolom mindenki túl van az előző évnek az összefoglalásán, a visszatekintésen, az idei évre a célok megfogalmazásán. És én azt kérdezném, hogy van-e olyan célotok, amit visszatérően tűztök ki, akár évről évre, vagy időszakról időszakra, hogy már többedik alkalommal próbáljátok meg, és valamiért még nem sikerült elérni, vagy nem abba az irányba haladtok. Hogyha a csetablakban adnátok néhány visszajelzést, hogy van-e olyan visszatérő cél, ami időnként előjön, akár évről évre, akár, és hogy konkrétan mi az, akkor azzal még többet tudunk akkor haladni. Tehát van, aki ugye például időről időre próbál leszokni a dohányzásról, vagy időről időre próbál mondjuk lefogyni, és valamiért nem sikerül neki, vagy minden évben elhatározza, hogy most már idén tényleg ott hagyom a munkahelyemet, és most már megvalósítom az álmaimat, de valami mindig visszatartja. És én most abban próbálok segítséget adni, vagy ötleteket adni, tippeket, hogy mi az, amit másképpen lehet megpróbálni, vagy mi az, amire jobban oda lehet figyelni, és attól esetleg közelebb kerülhetsz a célodhoz, vagy több garanciát ad arra, nagyobb esélyt ad arra, hogy el is érd a céljaidat. És hogyan lesz sikeres, ott kihagytam a sikeres szót, hogyan lesz sikeres a te éved. Azt kell mondjam úgy, hogyha megteszel érte minden, valószínűleg a siker az akkor fog jönni. És akkor tovább is léphetünk. Az első tippem az önismeret. És ezúton szeretnék gratulálni mindenkinek, aki most itt jelen van ezen a fórumon, és rászánja ezt az időt, hogy foglalkozzon önmagával és a saját előrehaladásával, fejlődésével. Mert ti már egy nagyon szűk rétegbe tartoztok, akik fejlődni szeretnének, és akik felelősséget vállalnak a saját fejlődésük iránt. És valószínűleg ti az önismeretben is sokkal magasabb fokon vagytok, mint az átlag emberek. Azt tudom javasolni, hogy az önismeretet ne egy teljesítendő feladatként kezeljétek, hanem mint egy soha végig nem érő folyamatot, állandó tükörbenézést, akár gondolatban, akár a valóságban vigyétek be mindennapi gyakorlatotokba, és törekedjetek a minél nagyobb őszintességre. Hogyha minél nagyobb őszintességre törekszel, akkor észre fogod venni, hogy változás lép be a környezetedbe, mert nem mindenki, aki nem vállal nagyobb felelősséget az életéért, vagy nem szeretne tudatosan élni, az nem feltétlenül viseli jól az őszintességet. Viszont te magad sokkal lendületesebben fejlődhetsz. Gondolom, hogy vannak ezzel kapcsolatban tapasztalataitok, és az önismeretnek nagyon sok formáját már kipróbáltátok, és mélyítitek az önismereteteket, biztatni tudatiteket, hogy hajrá csak itt tovább, mert ez a jó út ahhoz, hogy változást, fejlődést érjetek el az életetekben. Jó, léphetünk tovább. Milyen formái lehetnek, illetve az önismeretet azt hogyan tudod megvalósítani? Azzal, hogy itt vagy, azzal gyakorlatilag egyedül is már az önismeretedet, a fejlődésedet próbálod támogatni. És ez egy nagyon klassz dolog, hogyha ez a mindennapi gyakorlatod része. Az, hogy elgondolkozzal azon, hogy hol tartok, honnan indultam, hol tartok most, és merre megyek tovább. Hogyha ez folyamatosan ott van a fejedben, az egy szuper dolog. És azzal biztos, hogy közelebb kerülsz a céljaidhoz, és sikeresebb lesz akár az idei éved is. Lehet ezt egy partnerrel az önismeretet mélyíteni, beszélgetések, egyszerű baráti beszélgetések, vagy társas beszélgetések során. A partnereddel, a pároddal, a családtagjaiddal, barátoddal, csajos estéken, barátnőkkel. Az a lényeg, hogyha a visszajelzésekre figyelsz, és annak alapján egy picit másképp cselekszel, akkor megint csak fejlődhetsz és változhatsz.
Ott vannak a szakemberek, akik ugye kifejezetten az önismeret fejlesztésére teszik fel a szakmai tevékenységüket. Ilyen például a coach is, és hát nyilván a szenteknek is, meg nekem is magam felé hajlik a kezem, és ezért tettem fel ezt a képet, hogy a coaching az egyik ilyen önismereti forma, ahol a coach nem tanácsadóként van jelen, biztos hallottátok már néhány korábbi előadónál is, itt volt Boér Tamás beszélt, vagy a napokban itt volt a Benedek, van Benedek, ő is elmondta, hogy a coach azt teszi, hogy visszajelzést ad az ügyfelének a fejlődés érdekében, és kérdésekkel, tükörtartással támogatja abban, hogy ő a saját útját találja meg. És erre biztatva titeket, hogy ti is a saját utatokat keressétek. A közösségben fejlesztett önismeretnek is sokféle formája van. Ha csatlakozol egy olyan csoporthoz, aki a te saját hobbid, saját belső szenvedélyednek a képviselőiből áll, akkor biztos, hogy ott sokkal mélyebb önismeretet lehetsz. Tudok róla, hogy most itt a résztvevők között van olyan, akinek például a futás, mint új szenvedély nemrég bekerült az életébe, és nagyon megtalálta önmagát és a társaságát, és tudom, hogy nagyon sokat ad neki ez inspirációban is, meg a fejlődéséhez is, a céljai eléréséhez is, hogy nagyobb kitartásra tett szert. Úgyhogy mindenkinek gratulálok, aki ezzel foglalkozik, mert valóban ez a fejlődés kulcsa, és jó úton jártok. A nézőpontváltás a titka az önismeret fejlődésének, hogyha nem csak a saját gondolataidat pörgeted folyamatosan a fejedben, hanem időnként meghallgatod azt is, hogy kívülről mit mondanak, vagy milyen visszajelzést adnak. Köszönöm, léphetünk tovább. És akkor úgy gondoltam, hogy minden tippet elmondok, hogy mit tartalmaz, és utána adok hozzá egy gyakorlatot. De ezekre a gyakorlatokra most itt nem lesz idő, hogy részletesen kidolgozzuk, ezért arra gondoltam, hogy összeállítottam az 5 gyakorlatot egy PDF-ben, és ezt ilyen kis mini munkafüzet formájában el fogom tudni küldeni. Most ide beírom az e-mail címemet, ezt meg kérlek, hogy mentsétek el, vagy írjátok fel, és hogyha küldtök nekem egy e-mailt, látszott, valamilyen nem szereti, folyamatosan beleteszi a valami fura karaktert helyette. Úgyhogy akkor azt mondanám, hogy így írom, szabados@coaching.hu. Hogyha ide írtok nekem majd egy e-mailt, akkor elküldöm cserébe a munkafüzetet PDF formájában, és akkor benne lesznek ezek a feladatok. Tehát most ne kezdjétek el kidolgozni, mert ez picit mélyebb gondolkodást igényel. De az első ilyen önismereti gyakorlat, ez egy borzasztó egyszerű és elég közkeletű is, tehát valószínűleg ismeritek többen. Picit szétestek itt a szövegdobozok, de majd a PDF-ben szemben küldöm el. Tehát annyi a feladatnak a lényege, hogy három kört rajzolunk, és a három kör az életünk tevékenységeit lehet benne felsorolni. Vannak olyan tevékenységek, amiket szeretünk, vannak olyanok, amiben igazán jók vagyunk, lehet, hogy például csodaszépen törölget valaki port, de nem biztos, hogy szeret ilyet. És van, ami jól fizet. Tehát, hogyha valaki a munkájával jó pénzt keres, akkor egyáltalán nem biztos, hogy szereti. Egyáltalán nem biztos, hogy igazán abban jó. Ez az egész önismeret arról szól, hogy végig gondold alaposan, akár baráti beszélgetések segítségével is, hogy mi az, amiben igazán jó vagy, amiben tehetséges vagy, mi az, amit igazán szeretsz, és mi az, ami jól fizet, és amivel pénzt tudsz keresni. És hogyha megkeresed ennek a három halmaznak a középső metszetét, a piros részt itt az ábrán, akkor az lesz az a tevékenység, amivel a lehető legjobb eredményeket fogod tudni elérni. Erre, hogyha rászánsz egy negyed órát, fél órát, vagy amennyi időt igényel ez a gyakorlat, akkor érdekes felismeréseket tehetsz majd. Tehát ezt így önálló gyakorlatnak gondoltam. Köszönöm, léphetünk tovább. Van ezzel kapcsolatban, ami eddig elhangzott, esetleg visszajelzés? Hogyha van, akkor írjatok, írjatok. De nincs, akkor köszönöm. Jó, köszönöm. A következő tippem az az, hogy tervezzünk. És itt nem véletlenül nem azt mondtam, hogy tűzünk ki célokat, mert a tervezésennél sokkal általánosabb.
Azt láttam, hogy ma még lesz egy másik beszélgetés a miénk után, Páncél Szilviával, aki kolléganőm, szintén coach, és ő a célokról fog beszélni. Tehát én kifejezetten nem a célokról beszélnék most, hanem arról, hogy tervezzünk. Mert hogy a tervezés az nem csak a célok kitűzése és az elérése, vagy az afelé haladás lehet, ugyanis kutatásokkal kimutatták, vagy elkezdték kutatni azt, hogy nem minden embert a célok motiválnak. Van olyan, akiben érett gondolkodású, és akármilyen önfegyelemmel is bír, egyszerűen nem cél központú a gondolkodása, vagy a személyisége, és nem motiválja őt az, hogyha célokat tűz ki, inkább a célokkal és a határidőkkel egy szorongást sikerül magában elérnie, ami aztán abszolút nem a céljai felé viszi őt. Tehát négyféle tervezési, vagy négy csoportra osztották az embereket ebben a kutatásban, abból a szempontból, hogy hogyan terveznek. Van egy célorientált tervező típus, van egy olyan, akit egyfajta terület, vagy irány, vagy egy kívánt állapot motivál, ő afelé szeretne haladni, de nem konkrétan tudja, hogy mi lesz ott, hanem az érdekli őt, hogy oda eljusson. Van olyan, aki feladattervező, tehát konkrétan feladatlistákat ír össze magának, és azzal tud a leghatékonyabban működni, hogy a feladatokat szépen sorban végzi, végrehajtja, és kipipálgatja. És van az egzisztencialista, aki viszont egyáltalán nem szeret se célokat kitűzni, se előre nézni, se vizionálni, hanem úgy gondolja, hogy majd lesz, ahogy lesz, és úgyis el van rendelve a sorsunk. Célorientált típusnak érdemes célokat kitűznie, a másik három típus tűzögethet ki célokat, de nem biztos, hogy attól lesz ő a leghatékonyabb. Hát itt az lenne a lényeg, hogy te felismerd magadban, elgondolkozzál, hogy milyen tervezési stílus az, ami a leginkább motivál téged. Mi az, ami energizál, hogyha célokra gondolsz, az kelti fel benned igazából a lelkesedést, a tüzet, vagy pedig inkább egy irány, egy kívánt állapotot tudsz elképzelni, és afelé szeretsz haladni, vagy inkább, hogyha van egy hosszú feladatlistád, és szépen ütemesen mehetsz végig, és pipálhatod végig, és érzed, hogy mész közel a célhoz, az visz előre. És saját magadnak, hogyha ezt meg tudod határozni, akkor innentől kezdve ismered a működésedet, és tudod, hogy mi az, amivel igazából sikeres tudsz lenni az idei évben. Kaphatok némi visszajelzést, hogyha elgondolkoztok, hogy van-e, aki rájött, hogy ő milyen típus leginkább? Mi az, ami viszi őt előre? És hogyha küldenétek néhány visszajelzést, addig még azt elmondom, hogy a másik ilyen általános hiba, amiben belesünk, az az, hogy egy évben gondolkodunk. És nem biztos, hogy az egy év a leghatékonyabb, vagy a legeredményesebb tervezési ciklus, mert hogy ez egy nagyon hosszú tervezési ciklus. És január-februárban még elkényelmeskedjük, vagy mondjuk a januári lendület után, mert az azért januárban ilyenkor erősen megnő például a fitness kluboknak a bérlet vásárlási forgalma, ugye ezt tudjuk. Aztán februárban bejön az influenza korszak, elkezdünk egy kicsit lazulni, aztán márciusban már otthon takarítgatunk, az már visz le annyi kalóriát, hogy nem megyek el az edzőterembe, és így szépen lassan leszokunk, és úgy érezzük, hogy a célunkat hogy még van időnk elérni. És eljön utána a kitűzött évnek a vége, amikor is október, november, decemberben akarjuk leadni azt a 20 kilót, amit egész éve terveztünk, vagy akkor akarjuk megírni azt a könyvet, amit évelején terveztünk, és ezzel egyre csak kudarcokat érünk el. Ehelyett most olvastam pont egy cikket, ahol azt javasolják, hogy ne egy évre tervezzünk, hanem gondoljuk végig, hogy úgy gondolkodjunk, mintha egy negyed év lenne egy év. És egy negyed év pont 12 hétből áll, például. És akkor a 12 hétre lebontva tudod magadnak ilyen pici elérhető célokká, vagy feladatokká formálni azt, amit egy nagy falatban, egy hatalmas elefántként egész évben szerettél volna elérni, és úgy nem feltétlenül működik. Hogyha lebontod a negyed évekre, és ott a 12 hetet nézed, akkor az sokkal kézzelfoghatóbb, sokkal könnyebben megvalósítható célokat, vagy feladatokat fogsz kapni, amik aztán sokkal nagyobb sikerélményt is adnak. Azért ne felejtsük el, hogy nem robotok vagyunk, hiába tűzögetünk ki magunknak nagy ívű célokat, az
azért nekünk is kell a visszacsatolás, a megerősítés, a sikerélmény, az hajt minket tovább. Köszönöm itt a visszajelzéseket. Tehát, hogy érdemes egy éves tervezés helyett esetleg negyedévekre lebontani azt, amit már végig gondoltatok magatoknak. Mehetünk is tovább. És akkor itt megint egy feladat, amit ajánlok ehhez a tervezéses gondolkodáshoz. És ez is hosszabb ívű, tehát nem kérem senkitől, hogy most csinálja meg, hanem egy ötlet, hogy üljél le, és írj egy levelet saját magadnak, a saját nevedben, az idei év végén, december 31-én. És éld bele magad, hogy milyen lenne, hogyha megvalósult volna mindaz, amit elterveztél az idei évre, és írd meg saját magadnak, a mostani énednek azt a levelet, hogy mi az, amiért büszke vagy magadra, hogy mi az, amit elértél. És jelen időben fogalmazd meg, úgy, mintha már valóban beteljesült volna. Biztos sokan végeztetek agykontrollt a folyamot, biztos sokan értetek egy csomó más hasonló önfejlesztő módszerhez, mint akár az NLP, vagy egyéb pszichológiai irányok. És tudjuk jól, hogyha beleírjuk magunkat az adott cél elérésébe, akár színekkel, képekkel, hangokkal, akkor sokkal közelebb tudjuk hozni magunkhoz. Úgyhogy ez a feladat erről szól, hogy a saját magadnak dicsekedje, hogy mit sikerült elérni, és azt hogyan csináltad, és hol tartasz most. Úgyhogy ehhez a feladathoz is lendületet kívánom. A következő tipp az a tudatosság, és már eddig itt beszéltem róla, tehát ez nem egy külön lépés, hogy le kell ülni, és most háromra legyünk tudatosan, hanem ez inkább a folyamatnak, a megvalósításnak a kulcsa. Hogyha tudatosan próbálsz előre haladni, és figyelsz folyamatosan arra, hogy honnan jöttem, hova szeretnék eljutni, most hol tartok, és lehet ezután a később már egy rutin, és minden lépésedben megpróbálsz tudatosan odafigyelni, hogy összhangban vagy a saját magaddal, akkor biztos sokkal sikeresebb és sokkal eredményesebb lehet. És például azt is fel tudod ismerni, hogy az adott cél, vagy az adott vízió, amit kitűztél magadnak, menet közben mondjuk bebizonyosodik, hogy nem feltétlenül reális. Mert kiderül, hogy túl sok az, amit te elterveztél, vagy megvalósíthatatlanná vált, mert közben mondjuk változások történtek. És ha kellőképpen tudatos vagy, akkor ezt belátod, és el tudod rendezni magadban. Vagy akár beszélgetések formájában, a barátaiddal, a társaddal, a kollégáiddal, vagy akár egy coacha, vagy egy terapeutával, akihez eljársz. Tehát, hogyha folyamatosan beszélgetsz és visszajelzéseket kapsz, akkor szépen tudatosan tudsz előrébb haladni. A motiváció. Úgy fog fönnmaradni a motivációd, hogyha folyamatosan reflektálsz arra, hogy mi az, ami vitt, és mi az, ami nem vitt. És például a halogatás az egy nagyon gyakori jelenség, vagy jellemhiba. Nem feltétlenül hibának nevezném, mert ez egy emberi természeti jelenség. Én magam is halogatós típus vagyok. Hogyha kellőképpen odafigyelsz arra, hogy miért halogatsz, ha észreveszed magadon, hogy van valami, amit folyamatosan tologatsz magad előtt, és felismered azt, hogy ez miért van, mert nem szeretem feladatból áll, mert olyasról, akit kéne felhívni, akinek valami más dolgot ígértél, és azt nem szeretnéd megcsinálni, vagy kényelmetlen, vagy kellemetlen, és ezért kerülöd, vagy mindezt így szépen felszíramozod a gondolkodásodban, és tudatosítod magadban, az már az első lépés afelé, hogy cselekedjél. Vagy azért, mert akkor megléped végre, vagy azért engeded, vagy azért, mert letisztázod. Hogyha visszatérünk az első gondolathoz, de csak fejben, nem kell most visszalépni az első szlájdra, ott ugye beszéltünk arról, hogy őszintesség. Tehát ha ilyenkor lépsz egyet, és azt mondod, hogy őszintén megmondod az illetőnek, hogy ne arra, hogy mondjuk kértek tőled egy referencia levelet. És azt mondod neki, hogy ne arra, hogy ez a referencia levél, hogyha én ezt megírnám őszintén, akkor nem biztos, hogy olyan lenne, mint amit te szeretnél beadni egy pályázathoz. Ezt őszintén elmondod, lehet, hogy kemény vagy kényelmetlen beszélgetés lesz, de te magadnak a saját feladataid között akkor rendet tettél, és biztos vagyok benne, hogy hozzájárulsz a másik személynek is a fejlődéséhez.
Köszönöm, léphetünk tovább. A következő, a tudatossághoz igen, még ez a gyakorlat. Az értékrend gyakorlatot gondoltam én itt megcsinálni. Mondom, ezt én el fogom küldeni nagyon szívesen ebbe az összerakott PDF-be, úgyhogy nem kell most is buzgó jegyzetelni a kérdéseket. Itt annyit javaslok, hogy gondold végig, hogy mi a számodra az a néhány érték, most 5-6-ot írtam, de hogyha 8 értéket tudsz összeszedni, akkor sincsen semmi probléma. Olyan értékekre gondolok, amik belülről vezérelnek, és amik az életed minden területét meghatározzák. Ami nélkül nem tudsz élni, ami hogyha nincsen jelen, akkor rosszul érzed magad, kényelmesen érzed magad hosszú távon. Például, ha valakinek a becsületesség egy alapvető értéke, akkor hogyha olyan céghez kerül alkalmazottként, ahol mondjuk könyvelő és folyamatosan adócsalást kell könyvelnie, akkor ez neki okoz belső feszültséget, holott lehetséges, hogy jogilag ő nem lesz felelős érte, de biztos, hogy folyamatosan őt ez zavarni fogja belülről, és megmérgezi az egész életét. Vagy ugyanígy, hogyha ha valakinek érték a tanulás, mondjuk a fejlődés, és bekényszerítik őt egy futószalag munkára, ahol csak rutinszerűen gondolkodás nélkül semmi kreativitást nem kell belevinni, és gyakorlatilag egy favágó munkát kell végeznie, ő rajta is ez ki fog ütközni idővel. Hosszú távon nem lehet a saját értékrendünket átverni. A kérdés, ami nem látszik ott most a berakott kép alatt, az úgy hangzik, hogy ha megnézed ezeket a területeket az életedben, akkor a meghatározott néhány érték ehhez képest, hol van összhang, és hol van ellentmondás. És ahol konfliktust érzel, ahol ütközést érzel, mert például te a kreativitásodat nem tudod kiélni a munkádban, neked a kreativitás egy alapvető belső értéke, és a saját munkádban, a mindennapjaidban ezt nem tudod megélni, és nem szakítasz időt magadnak mondjuk arra, hogy a szabadidődben megéld a kreativitást, akkor ez lehet egy feszültségforrás, és ez lehet, hogy másfelé viszi utána a fejlődésedet, a céljaidat. Hogyha arra megkérhetlek titeket, hogy néhány értéket be tudtok így írni, hogy mi az, ami nektek fontos, mi az, ami sokat ad az életetekhez, mi az, ami nélkül nem tudtok meglenni. Van olyan, amit így felismertetek? De köszönöm a korábbi visszajelzéseket, ami még a tervezésre vonatkozott. Kati írta, hogy nem egy évre húzta szét a célokat, hanem mérföldköveket állított föl, ami szintén nagyon klassz megoldás arra, hogy lehet kézzelfoghatóvá tenni a feladatokat. Ha nincsen visszajelzés az értékekre, akkor megyünk tovább. A negyedik tippem az, hogy gyakoroljuk. A kitűzött célokhoz a meghatározott viselkedés formákat folyamatosan gyakoroljuk. Ha azt a kérdést minden alkalommal felteszed magadnak egy döntésnél, hogy mi az, amit veszíthetek ezzel, az a biztos, hogy előrébb jutsz. Ugyanis a legtöbb esetben csak a fejünkben vannak ott korlátok, és rájöhetünk, hogy ha meglépjük ezt, mondjuk, hogy elhatároztuk, hogy idén jobban ki fogunk állni, mondjuk elhatározom, hogy jobban kiállok idén a saját érdekeimért, és többször fogok nemet mondani. És elkezdem gyakorolni. Akkor időnként ott lehet a fejemben a korlát, hogy mondjuk a pincérnek nem merem megmondani, hogy hidegen hozta a nem tudom, hogy micsodát, pedig én melegen kértem az italt, mondjuk, vagy mondjuk szénsavmentes vizet kértem, és kihozta a szénsavasat, és nem merem visszaküldeni. Végig gondolom ilyenkor, hogy mit veszíthetek azzal, hogyha kiállok az érdekeimért, akkor legtöbb esetben bizonyosodik, hogy bizony csak nyerhetek vele. Itt a tudatosságra csatolnék vissza. És akkor innentől kezdve ennyi a terep, és a tiéd a terep, mert hogyha gyakorolod ezt a elhatározott magatartásformát, akkor szép lassan önbizalmat szerzel vele, és rá fogsz jönni, hogy el tudod sajátítani, és az életed részévé tudod tenni. Gyakorolj, kísérletez, és próbálj meg az életed minél több területére bevetni ezt az adott új magatartásformát, amit meghatároztál. Munkában, személyes kapcsolataidban, idegenekkel, ügyintézéskor, autószervizben, és a biztonságos telepeken érdemes visszacsatolást, visszajelzést kérni,
Tehát a barátaitól, közeli ismerőseitől, vagy akikkel bizalmas kapcsolatban vagy, megkérdezheted, hogy most akkor ez hogy esett neked, az, hogy én így reagáltam, el tudod-e mondani. Egy picit kilépsz az adott helyzetből, és kérsz visszajelzést, és saját magadra odafigyelve tudsz tovább fejlődni. Azt írtam ide, hogy az élet legyen a saját tanulási laboratóriumon. Egy kísérleti terep, ahol csak a saját fejlődésed a központban, az van a központban. Nyilvánvalóan most mondhatják, hogy az ember önző ilyenkor, de ez nem önzés, hanem ilyenkor megpróbálod a saját céljaid elérése érdekében a lehető legoptimálisabb környezetet teremteni. Nem azt mondom, hogy ennek érdekében söpör félre mindenkit, aki az utatban áll, hanem próbálj meg őszintén és célatörően beszélgetve velük megoldásokat találni, úgy, hogy közben a te céljaid is előtérben legyenek. Nagyon fontos, hogy ez az új magatartásforma megvalósítható legyen. Tehát olyas valamit vállalj magad előtt, amit kivitelezni tudsz, ami beleilleszkedik az életstílusodba, a munkádba. Ne akar szupermodell lenni, hogyha tudod, hogy a te mostani életstílusodban ez nagyon nem illik bele, és nem megvalósítható, mert akkor ez mindig csak egy álom marad. A gyakorlás és az ilyesfajta kísérletezés a fenntartható változásnak a kulcsa. És a kísérletezéshez hoztam most a feladatot a következő dián, hogyha tovább lépünk. Ehhez a feladat egy nagyon egyszerű gyakorlat lesz, próbálj ki valami újat 30 napig. Mindannyiunknak vannak olyan apróságok, amiket már nagyon régóta tervezünk. És ha kiválasztasz magadnak valamit, amit már nagyon régóta szerettél volna beépíteni az életedbe, de valamiért még eddig sosem sikerült, vagy tartósan nem sikerült. És ha elhatározod, hogy 30 napig ezt minden nap gyakorlod, akkor ez egy kísérleti terep. Lehet, hogy utána kiderül 30 nap után, hogy ez nem megvalósítható, de akkor ez abszolút kockázatmentesen, gyakorlatilag semmit nem veszítve kiderül. Ezzel kapcsolatban van egy előadás a TED-en, majd fogok hozzá lehetőséget adni. Ott arról beszél a fiatalember 3,5 perces előadás, tehát ennyit igazán rá lehet szállni a saját fejlődésünkre. Ott ő azt a tippet mondja, hogy valami újat, amit be akartál építeni, vagy amit ki akartál vonni az életedből, ezt próbáld ki 30 napig. Akár mondjuk azt, hogy nem nézek híradót 30 napig, vagy nem eszem édességet 30 napig, vagy minden nap készítek egy fotót, vagy minden nap írok egy oldalt, mert mindig szerettem volna regényt írni. És ha minden nap írok egy oldalt, vagy kettőt, akkor a 30 nap végére valamennyi összejön. Lehet, hogy kiderül, hogy ez nagyon nem az én műfajom. Semmit nem veszítesz vele, csak azt a beletett időt. Viszont így könnyebben tudod utána módosítani a kitűzött céljaidat, és jobban tudod a fejlődésedet támogatni saját magadnak. Ez nagyon-nagyon fegyelmet igényel, ez a 30 napos gyakorlat, és ha valaki ezt egyszer megcsinálja, akkor érezni fogja, hogy mennyire megnő az önbizalma. Mert büszke tud magára lenni azért, hogy itt van, megcsináltam. Itt ez az előadó azt mondja a TED-en, hogy például biciklivel járt, 30 napig biciklivel ment dolgozni. És végtelenül büszke volt magára, hogy ő az a fickó, aki biciklivel járt dolgozni, csak azért, mert ez buli, vagy ez szórakozás neki. És itt akkor most egy pillanatra, hogyha meg tudunk állni, akkor kérdezném, hogy van olyan ötlet, amit így eszetekbe jutott? Vagy esetleg levonna neked, van valami, amit 30 napig kipróbálnál? Minden nap tornázok, így a Tina. Minden nap tornázok, jó. Ugyanez a gondolat jött nekem is. Igen. Ha ezt meg tudjátok csinálni 30 napig, én nem biztos, hogy meg tudnám, de le a kalappal. Én nagyon szívesen olvasnék, hogy ha ezt elkezditek, és veszitek a fáradtságot, hogy egy hónap múlva visszajeleztek, akkor nagyon fogok örülni. És minden napot háladással, jó gondolatokkal kezdek. Köszönöm. Ez jó. Volt egy ilyen, ebben az előadásban említette a fiatal ember, hogy minden nap készített egy fotót, és hogy sokkal tudatosabb lett az élete. Mert minden fotót, ha visszanéz, akkor emlékszik rá, hogy azon a napon hol volt, mi történt vele, milyen körülmények között csinálta ezt a fotót. És ma már ugye a technikai adottságoknak köszönhetően ez nem egy nagy vállalás, hogy minden nap fotózunk egyet.
és vissza tudod utána nézni az életedet, hogy honnan indultál, és mi történt ez alatt az időszak alatt. Sokkal tartalmasabbnak fogod érezni az életedet. Jó, köszönöm. Tehát ez is akkor egy gyakorlatilag egy házi feladat, vagy egy ajánlás, hogyha ezt vállalod, vagy kipróbálsz valami újat, akkor a fejlődéshez közelebb kerülhetsz. Lehet, hogy kiderül, hogy mondjuk kávé nélkül nem fogsz tudni tartósan élni. De kipróbálod 30 napig, biztos, hogy életben maradsz a 30 nap végére is. Jó, köszönöm. Menjünk tovább, akkor az ötödik tipp jön, ami az egyensúly. És abban biztos vagyok, hogy aki becsatlakozott erre a fórumra, vagy aki visszanézi majd a videót, az, és eljutott idáig, az tudatosan odafigyel az életére, és nem munkamániás annyira, hogy nagyon hajszolja magát. De mégis, hogyha az egyensúlyunkra folyamatosan és tudatosan odafigyelünk, az a biztos, hogy a céljaink közelébe tudunk kerülni, vagy a kitűzött víziók közelébe, az álmaink megvalósítása közelébe tudunk kerülni. Nagyon fontos a kikapcsolódás, nagyon fontos az ellensúlyozás. Hogyha például valaki magányosan dolgozik, tehát munka közben nincsenek személyes kapcsolatai, akkor nagyon fontos, hogy ezt pótolja, ezt ellensúlyozza a szabad idejével. Hogyha nagyon nagy zsongás van körülötte, mert mondjuk valami személyes ügyfélszolgálati képviselőként dolgozik, és egész nap zsongás van körülötte, akkor biztos, hogy ő a szabad idejében inkább vágyik a kikapcsolódásra, a csendre. Folyamatos stressz, ami keletkezik az életedben, azt, hogyha ellensúlyozod valamilyen más tevékenységgel, akkor az idegrendszerednek is jót teszel. Különböző idegtudományi kutatások mutatták ki, hogy az agynak a működését és az idegrendszernek a működését úgy lehet fenntarthatóvá tenni, és az immunrendszerünk úgy fog például stabilan működni, hogyha folyamatosan ellensúlyozzuk a idegrendszerünket érő hatásokat. Például jó beszélgetésekkel kimutatták, hogy ha lelkesítő, szenvedélyes, odafigyelő beszélgetéseket folytatunk, akár mondjuk egy vállalati felsővezető, aki folyamatosan a számoknak a megvalósítására és az értékesítési céloknak a realizálására koncentrál, az ő benne keletkezett stresszt kellőképpen tudja ellensúlyozni az, hogyha időként személyes beszélgetéseket folytat a beosztottaival, a munkatársaival, úgy, hogy az ő céljai megvalósítására figyel oda, és megpróbálja őket támogatni. Tehát kvázi, hogyha coaching szemléletű vezetést folytat egy vállalati vezető, akkor azzal a saját egyensúlyát tudja biztosítani, amellett, hogy kellemes, kedvező légkört is teremt. Szerepeidet, hogyha itt végig gondolod, akkor abban kell egyensúlyt teremteni. Tehát, hogyha valaki sokat törődik a családjával, és nagyon sokat tesz értük, akkor biztos, hogy azt érdemes ellensúlyoznia azzal, hogy időnként magára is odafigyel, vagy időnként ő kér a családtagjaitól egy kis odafigyelést vagy támogatást, mert ezzel tudunk egyensúlyba kerülni. Köszönöm! És akkor itt most nem adtam külön feladatot, hanem egyértelmű evidens, hogy az egyensúlyra az a feladat, hogy keres valamit, ami egyensúlyba hoz. És nem tudom, hogy van-e olyan, ami most így rögtön eszetekbe jut, hogy mi az, ami egyensúlyba hoz. Én például annyit tudok elmondani, hogy az elmúlt, illetve mielőtt coach lettem, akkor 10 éven keresztül én szabadúszóként dolgoztam, fordítóként és tolmácsként. Nagyon elszigeteltem így magam a munkámmal. Tehát naphosszat a számítógép előtt ültem, és interneten keresztül voltam kapcsolatban a megbízóimmal, megkaptam a fordításokat, megcsináltam a számítógépen, elküldtem, számlát elküldtem, átutalták, és örülhettem. De azt vettem észre, hogy a személyes kapcsolatok így a munkámból szinte teljesen kihaltak. A tolmácsolási megbízások során voltam személyes kapcsolatban emberekkel, de az meg annyira kötött volt, és annyira nem lehettem ott jelen a személyiségemmel, csak a szakmai tudásommal kellett jelen lennem, hogy azt vettem észre, hogy nagyon hiányoznak az emberi kontaktusok.
vagy interakciók. És engem például ez hozott a coach pályára 3-4 évvel ezelőtt, hogy azt éreztem, hogy mindenképpen személyes és emberi kapcsolatokat szeretnék a munkám során is megélni, mert nagyon nagy volt bennem a késztetéssel. Van olyan, aki esetleg tudja, mivel fog ellensúlyozni, vagy egyensúlyozni? Nincsen visszajelzés. És az utolsó tipp az önfejlesztés. És ezzel ugye az egészet gyakorlatilag megkoronázhatjuk, mert mindazt, amit eddig végigvettünk, hogyha folyamatosan a fejlődés szem előtt tartva viszük előre, akkor biztos, hogy közelebb kerülünk a céljainkhoz. Az önfejlesztés, ami gyakorlatilag a tanulás, de nem feltétlenül csak a tananyagok tanulása, az szintén folyamatos megújulást jelent az életünkben, és a középkorú korosztályra jellemző kiégésnek az egyik nagyon klassz megelőzési formája. Itt egy Henry Ford idézetet tettem fel, tehát hogy a folyamatos tanulás fiatalon tartja az elmét. És ha tovább lépünk a következő diára, akkor ott összeszedtem néhány olyan formát, hogy hogyan tudod a mindennapjaidba beépíteni az önfejlesztést. Nem feltétlenül arról van szó, hogy holnap el kell kezdenem megtanulni egy új nyelvet, hanem akár az, hogy megnézel időnként egy TED videót, most már a nagyon sok előadás a TED-en elérhető magyar felirattal is, tehát a nyelvi korlátokat is gyakorlatilag át lehet lépni. A hangos könyveket, hanganyagokat el lehet érni szintén, akár az interneten, akár be lehet szerezni. Ezek akár lehet önfejlesztő, készségfejlesztő. Ha mondjuk vállalkozó vagy, akkor az értékesítési készségeid fejlesztéséhez kiváló hangos könyvek, mert az tananyagok érhetők el, magyarul is most már, meg idegen nyelveken is. Ott vannak mindenféle online tanulás lehetőségek. A blogon van, amit a weboldalamon is el tudtok érni. Éppen múlt héten írtam egy cikket arról, hogy milyen tanulási lehetőségek vannak most ingyenesen elérhetően az interneten. Majd mindjárt írom a linket, és akkor ott meg tudjátok nézni. Vagy akár az, hogy egy új hobbit beépítesz az életedbe, elkezdesz valamilyen hangszeren zenélni, tanulni. Itt jöhetnek kifogások, de ha szépen végig gondoljuk, akkor ezek a kifogásoknak a nagy része valóban csak kifogás, és nem igazi ellenérv, mert hogy ahhoz, hogy valaki elkezdjen gitározni, tanulni, nem gondolom, hogy akár túl nagy anyagi ráfordítást igényelne, akár túl öreg lehetne valaki, de ha neki mindig ez volt az álma, akkor egyszer elkezdheti megvalósítani. A folyamatos tanulásból beletartozik az is, hogy könyveket olvasni, cikkeket olvasni, és nem feltétlenül csak a munkáról, vagy nem feltétlenül csak a vállalkozásunknak a szakterületéről, hanem időnként valami egész másról is. Hogyha mindig is szerettél volna többet tudni egy íróról, mondjuk a kedvenc íródról, és arról most indul egy kurzus valahol, akkor azt valószínűleg, hogyha meghallgatod és abban részt veszel aktívan, akkor hihetetlen klassz fejlődést és változást érhetsz el az életed minden területén. És akkor az utolsó diára lépünk, akkor csak annyit kérnék, hogy ezzel kapcsolatban a feladatot próbáld meg végig gondolni, elhatározni. Köszönöm. Itt volt egy kérdés, jött egy válasz, igen, a e-mail címem, köszönöm szépen. Van olyan, aki elhatározta, vagy aki tudja, hogy mi az a tanulás, amit idén fog tanulni? Mi az, amiben fejlődni szeretne? Itt, hogyha több időt szánsz rá, akkor összeírhatsz akár tizet is, amit nagyon régóta szeretnél. Ha mindig szerettél volna táncolni, tanulni, vagy mindig szerettél volna gitározni, vagy kínaiul megtanulni, vagy egy kicsit elkezdeni. Konkrétumot tudtok írni, hogy mi az, amit tanulni szeretnétek? Reiki írja e-mail. Színterápia, úgy az izgalmas. Nekem az a bajom, hogy túl sok minden van nekem. A fókuszt kell megtanulnom, mert nagyon sok minden van, ami elkezdtem a coachinggal foglalkozni, és nagyon sok mindent szeretnénk megtanulni. Autogén tréning. Köszönöm. Jó, és akkor angol írás, festés, rajzolás, utazás, hajóút. Gratulálok Editnek. Egész
céllistát állított össze, életvezetési tanácsadás és az öt tibeti. Ezek jók. Beszédkészség. Ez az előadókészség lenne? Gondolom, hogy ez, vagy a tárgyalás technikáról beszélünk itt inkább. Amit ajánlottam az előbb a honlapomon, köszönöm Tibor, a honlapomon elérhető cikkben pont ajánlok egy előadókészséggel kapcsolatosan most a héten indult képzést, amire még be lehet csatlakozni, angol nyelven. Egy amerikai egyetemnek a tréningje, a képzése, online képzés 8 hetes, és különböző gyakorlatokkal és videókkal támogatva, írásos tananyaggal támogatva. Pontosan az előadókészséget lehet fejleszteni vele. Például most elárultam, ennek nem is ez az egyik fejlődési területem. Köszönöm. És akkor nézzük az utolsó diát, amikor is coaching szemlélettel, és akkor most ezzel én akartam mutatni, mert ez kicsit jobban bemutatta például az én munkamódszeremet. Nálam így zajlik egy ülés, hogy az elején megnézzük, hogy hova szeretnénk eljutni a végére, és most, hogy letelt az idő, visszanézünk, hogy a kis cetlidre, amit felírtál, hogy itt a kamerában, amit felírtál, hogy szeretnéd elérni, az mennyire sikerült most itt a 45 perc alatt. Én ugye az inspirációt tűztem ki célnak, és nem volt összebeszélve, Halasi Dóla és Mária írja, hogy az inspirációm sikerült, és ennek nagyon örülök, mert akkor az én célomat sikerült a 45 perc alatt elérni, hogy felkeltettem az érdeklődéseteket és a motivációtokat. Sikerült elérni azt a célt, amit fölírtatok? Elkezdtem, de még tiltakozik az énem. Ez azért nagyon klassz, Edith, mert ez azt jelenti, hogy már van egy párbeszéd benned, odafigyelsz a saját reakcióidra. És ez jó. Ez azt jelenti, hogy akkor már kellően tudatosan gondolkodsz ahhoz, hogy a fejlődés útjára lépjél. Úgyhogy gratulálok. És akkor végig kell gondolni innentől kezdve, hogy a további fejlődésre mit tudsz tenni. Én most elengedem a kezeteket, így ezután az előadás után, mikor egy picit vissza tudunk menni az előzőre. Tehát én most elengedem a kezeteket, de itt most csak a végig gondolját, hogy gondolat, amit elvisztek magatokkal, és csak magadnak, hogyha felírod, az bőven elég, vagy ha beírod a chat ablakba, az is szuper. És mi lesz az első lépés, amit megszer? Amikor most szétkapcsolod ezt a fórumot, lekapcsolod szóla, mi lesz az, amit ma még megteszel azért, hogy közelebb kerülj a céljaidhoz, hogy ne vesszen kárba ez a kellemesen eltöltött 45 perc után az idő. Hogy ezt gondold végig magadnak, és akkor a következő dián lehet majd látni az elérhetőségeimet. Arra invitálok titeket. Köszönöm. Leírom a célokat, lebontva írja Edith. Tehát itt látható a honlap címem, az e-mail címem és a Facebook oldalam. És mindenki kedvére válogathat, hogy mennyit szeretne még kivenni és milyen támogatást szeretne kapni tőlem. A honlapomon folyamatosan frissítem a tartalmat és például inspiráló TED előadásokat és rendszeresen írok blogbejegyzéseket, amiket megjelentetek rajta. Facebook az ugye egész másra szól, a Facebook oldalam, hogyha rámentek és lájkoljátok, akkor ott naponta kaphattok, vagy két naponta mindenféle inspiráló képeket, idézeteket, előadás címeket, ami arra szolgál, hogy folyamatosan fenntartom bennetek egy kis motivációs szintet. És hogyha igazán elkötelezettek vagytok a változás iránt, akkor pedig coaching formájában is nagyon szeretettel várok minden érdeklődőt. Aki Budapest és vonzás körzetében mozog, azzal személyesen is tudok találkozni. Aki pedig távolabb él, azokkal Skype-on is tudok kapcsolatot tartani, működik így is a coaching, és nem feltétlenül videón, van, aki szeretné csak hanggal, és van, amikor a beszélgetés, ami képmentes, az sokkal mélyebb és sokkal hatásosabb tud lenni, ezt tapasztalatból tudom megerősíteni, mert onnantól kezdve az elgondolkodás és az önreflexió az ügyfélben sokkal mélyebben tud megvalósulni. Úgyhogy a kócsoknál általában az a gyakorlat, és én nálam is az a gyakorlat, hogy az első beszélgetés az minden alkalommal ingyenes. Tehát ha valakiben kételyek vannak, akkor arra tudok biztatni mindenkit, hogy beszélgessünk egyet, semmit nem veszíthetünk, és onnantól kezdve meglátja, hogy ez az ő műfaja.
Itt valaki írta, hogy az életvezetési tanácsadás a coaching érdekli őt. Őt is szívesen látom a weboldalamon, szoktam tartani workshopokat a coachingról is, olyan érdeklődőknek, akik coachra szeretnének válni, és pont most február elején lesz egy ilyen egész napos workshopom, ott vannak rajta a részletek a honlapomon. Köszönöm a figyelmet és az aktív részvétel. Sokkal több visszacsatolás érkezett, mint amire számítottam, úgyhogy nekem nagyon jó élmény volt ez. Igen, Andrea, mi is nagyon szépen köszönjük neked, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt a végén most mondtad, hogy Skype-on és kamerakép nélkül, én nem tudom, nekem annyira fantasztikus volt most ez az előadásod, és annyira átjött, és annyi értéket kaptam, én biztos vagyok abban, hogy a nézők is ezt ugyanígy érzik és látják, úgyhogy Andrea, hogyha még van lehetőséged, vagy időd rá, óriási ez, amit így online is át tudtál nekünk adni. Úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy a nézők is még szeretettel várnak. Igen, ha látod a sok nullát, az nálunk a virtuális tapsot jelenti. Úgyhogy nagyon szépen megköszönjük neked, hogy megtiszteltél bennünket, és további szép napot kívánunk neked. A nézőknek viszont azt mondom, hogy hamarosan, 10 órakor, igen, Andrea kolléganője jön, Páncél Szilvia, akivel viszont a célkitűzésekről fogunk, célokról fogunk beszélgetni, úgyhogy nem menjetek sehova, hamarosan jövünk vissza, addig is. Köszönöm. Sziasztok. Köszönöm, sziasztok, szép napot. Szia, Andrea, sziasztok. Sziasztok.